Jó estét kívánok, nagyon nagy szeretettel, tisztelettel köszöntök mindenkit. Külön tisztelettel köszöntöm mai esténk vendégét, Kósa Lajos urat. Tapssal köszöntötték Kósa Lajost a 60-i polgári szalon első estjén. Szabó Zsolt és a Fidesz alelnök munkakapcsolata és barátsága évtizedekkel ezelőtt kezdődött. Zsolt nagyon kedves régi barátom, 60-i harcostárs, elég régen ismerem, és ő mondta, hogy lesz ez a polgári esték itt 60-ban, új sorozat, ahol a politikán túl, kicsit magánéletről, egyéb dolgokról lehet beszélni, úgyhogy nagy örömmel fogadtam el a meghívását. Most is úton vagy Kínába, és köszönjük szépen, hogy megszakítottad, és itt vagy. Itt vagy velünk. Holnap. Mikor alszol, mennyit alszol, és egyáltalán hogy tennek a napjait? Hogy vagy karácsonnyal, hogy egyáltalán föl tudsz ajándékot venni? Hogy készülsz? Persze. Hogy is mondjam, én reggel 6-kor szoktam kelni, és olyan 11-12-kor fekszek. Tehát szerintem 6 óránt elég aludni, de legalábbis nekem úgy tűnik, hogy elég. Karácsonyra készülök, mert a gyerekek már írtak a Jézuskának, tehát tudom szerencsére, hogy mit kell csinálni. És ami, hogy is mondjam, az a legnehezebb, amikor, mit tudom én, olyan van, hogy szólt Levike, a fiam, hogy vasárnap, de nekem pont más dolgom volt, hogy vasárnap 4-kor istentisztelt a nagy templomban, a közös iskola istentisztelt, hogy menjek mindenképpen. És akkor hát persze mindent át kell szervezni, de ott kell lenni. Meggyújtottuk a gyertyát, az adventi gyertyát, az nagyon szép volt. Az esemény célja egy olyan programsorozat létrehozása, mely elősegíti 60 és a térség polgárosodását. A beszélgetés során a hallgatóság sokat megtudott Kósa Lajos életútjáról és személyéről. Meghallgattuk azt, hogy a politikus mögött ki az ember, és hogy történt az, hogy Debrecenben akkor a fejlesztést tudott elérni, hogy tudott akkorát alkotni, hogy ő az elnöke, ugye a korcsolya, Magyar Korcsolya Szövetségnek, és hogy tudott olimpiai bajnoki címet nyerni. Tehát csupa pozitív dolgot hallottunk a mai napon tőle. A következő est vendégei Nagy Feró és Lacik Ferenc, a Beatrice zenekar frontemberei lesznek. A 60-i polgári szalon második estjét december 17-én este 6 órakor a 60-i Vadászati Múzeum dísztermében rendezik meg.